Esténként hatalmas varjúseregeket lehet megfigyelni Kecskemét határában is, amint a város széli éjszakázó helyeikre, főként a fákra telepednek. Kevesen tudják, hogy ezek a madarak nem a tavasszal itt költött állományhoz tartoznak, hanem északról és keletről, az ukrajnai és a lengyel síkságról érkeznek a Kárpát-medencébe telelni. Itt ugyanis jóval enyhébb a tél, és a szántókor réteken van elég táplálék is. A megfogyatkozott, alig pár ezres hazai varjú állomány egy része, amely évek óta gondot okoz Kecskeméten a Széchenyi városrész lakóinak is, szintén a városban talál. A most érkezett több tízezres varjú sereg napközben a földeken keresgél, de éjszakára a védettebb városszéli, jelenleg a Hunyadi városrész facsoportjait lepi el. A varjak egyébként már 10 éve védelem alatt állnak, sőt 2009-ben az év madarának is választották, mivel a hazai állomány a korábbi mérgezések miatt a kipusztulás szélére került. A fekete madárseregek előreláthatóan február végéig maradnak a hazai tájakon, azután visszavándorolnak a Kárpátokon túli élőhelyeikre.